Már egy ideje küzdök a fókusszal olyan problémával, hogy nagyobb terhelésre vagy nagyobb gázadásra megtorpan. Hát egy komor eldízerről beszélünk, nagyon sokféle probléma tudja ezt okozni. Most eljutottam oda, hogy azért úgy rendbe lett rakva, kicseréltem benne az EGR-t, nem kiírtuk, kicseréltem benne újra az EGR-t, át lett nézve, porlasztók jók, szivattyú jó. Elindultam abba az irányba, hogy valószínűleg a turbó. Én ezt magamtól elkezdtem állítgatni rajta egy picit, és igazából változott a probléma, ritkább lett, utána elállítottam, utána sűrűbb lett, úgyhogy vettem rá egy új turbót. A szerelésről berakok pár snittet, de igazából nem volt túl érdekes, meg nem is sok minden látszik belőle, maximum annyi látszódna, hogy lógok félig a kocsiba alulról, és csavarozgatok. Nem egy izgalmas dolog, nincs is kifejezetten nagyon rossz helyen benne, de erről van pár felvételem. Elkezdtem szétszerelni, még egyelőre csak egy kúlercső van leszedve, ahogy látszik, még a féltengelyt kell kiszedni, és utána már hozzá is férhető. Ez a gyárival megegyező változó geometriás turbó, ezt vákum vezérli, és itt található rajta egy potméter, ami ennek az állását figyeli. Na most ez az egyik hiba jelenség, hogy az enyémen ez meghalt, így le kellett cserélnem, viszont az utángyártottal pedig képtelen a kocsi tempomattal menni, mert 100 fölötti tempomatnál hiba üzenetet dob rá és lekapcsol a turbó. Amint látszik, lekerült a turbó a helyéről. Nem volt olyan nagyon nehéz. Még fogok cserélni egy feltengelyt csapágyat is, mert ez is súg egy picit. Elkészültem, felkerült az új turbó, felraktam az új csapágyat is, remélhetőleg most már nem fogja rázni a kormányt, és összeraktam az egész alját. Mehetünk. Mielőtt tovább megyünk, nézzük meg egy kárvertikál jelentést. Itt van előttünk egy Toyota Yaris, nézzük meg az idővonalát, hogy mit tudunk róla. 2009-ben gyártották, ezen kívül van még egy pár karbantartási bejegyzés, majd 2019-ben Németországban sérült az autó. Ezután 22. februárjában eladásra kínálták Magyarországon, és akkor itt még egy párszor utána árulták. Amit látunk még róla, hogy kilométerszámláló tekerve volt, illetve sérült volt az autó. Nézzük meg a kilométerszámlálót. Az utolsó kilométer óra állása, ami ismert, az 112.000 tulajdonképpen, viszont ez korábban volt már egy magasabb szám is, most nem is látom, hogy mennyi ez az annyi. 165.000-ről lett visszatekerve, azért keveset faragtak belőle, és a sérülése pedig, ez Németországban volt ugye 19-ben, és 0 és 200.000 forint közötti a becsült javítás, és azt írja, hogy valamelyik üveg sérült. Hogyha szeretnéd lekérdezni az autódat, vagy autóvásárlás előtt állsz és kíváncsi vagy a kiszemelt állapotára, akkor használjátok a Check Engine kuponkódot és a videó alatt található linket. Elhoztam a turbót Dezsőhöz, és most megnézzük, hogy 270.000 kilométer után mi baja lett. Azt már ugye mondtad, hogy itt látszik, hogy kifújt. Igen, az kifújt, meg ott el van a kar is tekergetve, hogy azt néztük az előbb, azt hoztam direkt. Igen, az nem én voltam, bevallom, volt egy kis gerilla akcióm, hogy a végállás csavart, azt már azt próbáltam állítgatni. Megpróbáltál rajta javítani, igen. Több kevesebb sikerre. Igen. Amúgy javult? Vagy nem. Pontosabban volt olyan állása, ahol javult, majd elvesztettem a fonalat, hogy hol tartottam, és utána meg romlott, ekkor hívtalak föl. Most már tényleg most kéne már egy új turbó. Igen. Hibát nem írt ki, úgyhogy úgy gondoltam, hogy majd kiforja magát a hiba. Amúgy az a baj, hogy sokkal rosszabb nem lett, így két év alatt sem forta ki magát a hiba, úgyhogy nem derült ki, hogy konkrétan mi, de már minden meg volt rajta csinálva. Kivéve ez. Dezső, találkoztál már ilyen turbóval? Igen. Ma is? Hát éppen egy, meg a másikkal, amit adtam neki. Érdekes, egyébként nem olyan vészesen sokat, vagyis hát inkább úgy mondanám, hogy van olyan, amiben már sokkal többet csináltunk, de azért volt már egy pár.
Hát pedig ez egy elég sűrűn előforduló turbó igen, volt, szóval ugye ez még talán 2-5 V6 TD-n is ez volt, azon is 1749 volt. Hát ugye ez... Jó, tudom, hogy ez a 1749-nek volt még 22 féle alváltozata. Persze, nem, hát most önmagában 1749 méretű turbók rengeteg autón volt. De hogy konkrétan ilyen cikkszámú turbóról beszéltem én igazából inkább. Ja, hogy ilyen konkrétan erről a cikkszámúról. Igen, mert hát ugye volt ebből egybecsonkos is, ugye ez nem egy egybecsonkos, ez lecsavarozható kipufogó csonkról. Hát ez itt... Mit látunk? Nem szép, de nem is vészes, szóval ez nagyjából szokásos. Hát hibridelni még lehet. Nem, hát de amúgy nem, az nem, ért, nem, nem, ért, nem ért össze. Nem, ez fura, pedig ugye azt elmondhatjuk, hogy már feltűnt, hogy ez lóg. Lógni sokat lóg viszonylag, de nem értek még itt össze a dolgok. Amikor ilyen hibával találkozol, amit Roland mondott, volt már ilyen hiba? Ez a betorpanós dolog, ez hoztak? Hát most ugye azért ez a betorpanás, ez azért nagyon sokszor elő tud fordulni turbó miatt, más miatt is, de konkrétan ilyen típusú autónál ilyen hibában még nem találkoztam, vagy legalábbis vagy nem mondták el, vagy csak nem emlékszek rá, szóval. Mondjuk valószínűleg felhasználás függő is, de hát hogy hétköznapi felhasználásnál ez nem biztos, hogy előjön. Mert hát lehet, nekem sem mindig csinálta ezt a betorpanást, és általában ugye nagyon nagy kigyorsításkor, nagyobb terhelésnél csinálta. Behajolgatok majd itt a képbe közben. Látom, Dezső közben itt vési. Nem akarsz szétjönni? Nem. Azt mondtad, könnyen szétjön. Jó, hát ez nyilván az remény hal meg utoljára. De ez... A kamera imádja a tartódat. Ugye? Nagyon jó, mi? Igen, szereti. Rááll a fókusz. Nem. Ne állj rá a tarkójára a fókusz. Nem, a fókusszal nem állunk rá a tarkójára, mert azt fájni fog neki. Esetleg így nagy szerelgetésekben megoszthatnád, hogy... Mit csinálok éppen? Nem is feltétlen, azt látjuk, hogy ugye kiszedted a vákumlabdát, mert ez egy geometriás turbó, nem tudom, mi volt ennek, én úgy tudom, hogy volt sima vészgétes változata is. Hát, ezeket a Ford motorokat nagyon sokféle fajta turbóval hát, szerették, nem? Nem konkrétan ebben a motorban, nem. Hanem hogy 1749, így tudom, hogy ez az alapvető gyűjtőnév, de hogy nekem rémlik, mintha lett volna. Hát volt biztosan, igen. Meg... Szóval... És ugye ez a különösen spéci verzió, mert itt még jeladó is van rajta. Hát a még különösebb spéci verzió az meg esetleg az lenne, hogy elektronikás lenne már teljesen. Igen. De igen, szóval ez már ugye nem egy teljes őskövület, hanem már egy újabb. Igen, azt cserélnem is kellett rajta amúgy, mert az például meghalt, tehát az már nem gyári. Ez lett volna a következő mondatom, hogy ezekben csak az a jó, hogy egy normál vákumos labda az mondjuk 25-30 ezer forint, egy ilyen az meg 80-90, hogyha éppen cserélni kell. Azon kívül meg nem sok értelme van, vagy hát nyilván megvan a hivatalos magyarázat, hogy ez mi van így csinálva. De igen, ez csak az megint a szokásos bonyolítás. Igen, az a jeladó az nekem is csak egy fölösleges hibaforrásnak tűnik így rajta, amit okozott is. És most, hogy így már nagyjából látod a problémáját, beszéljünk arról, ezt mivel lehet megelőzni, vagy hogyan tudunk vigyázni a turbóra. Hát most az, hogy itt elkezd... Nyilván 270-300 ezer kilométer, 20 év, itt már szóval... nehéz vigyázni rá, meg nem is nekünk kell elkezdeni vigyázni rá, de mondjuk egy új autónál. Hát most az, hogy itt elkezd kifújni a mondjuk itt a karnám, tehát az előbb néztünk, azzal nem sok mindent tudsz csinálni. Szóval ezek olyan dolgok, mindig így néznek rám, amikor ilyeneket mondok, de tényleg, szóval ez szerencse kérdése. Ha szerencséd van, akkor soha az életben nem kezd el kifújni, ha meg nincsen, akkor meg az éppen elkezdett. Szóval nem volt szerencsém. Hát ezzel annyi... Értem. Hát most ez is olyan dolog, hogy most egy 270 ezer kilométeres kocsinál, ha most tönkre megy a turbó, főleg úgy, hogy előtte nem tudjuk, hogy volt használva, azért az nem bal szerencsés dolog. Szóval, ja, persze, szóval, én úgy alapvetően az... nem is sértődtem meg rajta, hogy persze, most ez a turbó szóval... úgy tönkre ment, és ahogy látom, azért annyira nem ment tönkre. Tehát, hogy... Szóval, hogy azért az nem egy... Mondjuk nem is konkrétan a kifújásra gondoltam, hanem például ugye, hogy mivel ezt látjuk, hogy ez lóg. Hát ez a lógás is, ma mindjárt belenézünk, esetleg szétszedjük a középrészt is konkrétan, áthott látunk valamit, de ez is egy természetes elfáradás is tud lenni, de, szóval. Aha. Tehát, hogy ez nem számít semmilyen extrémnek, ez így
így 270 ezer után ennyi. Hát ez extrém akkor lenne, hogyha legalább a tengelye lenne törve benne. Szóval az... az jó, azt azért remélem, hogy nincs törve benne. Hát azzal nem tudtál volna úgy járni, szóval az föltűnt volna hamarabb. A Priuson nincs, nem? Elhész szétjött. Az ott normális, hogy kiesett? Az ott normális. Jó, oké. És... hát itt, hogyha nagyon ladolgatni akarnánk a dolgot, akkor ez itt úgy néz ki, mintha egy picit olajozott is volna, de ez egyébként akkor is meg szokott így lenni, ha csak így az élére állítva a tárol van a turbó. Hát szóval ez már minden élére volt állítva ez a turbó tárolás szempontjából, de szóval... azért utazott egy kicsit most, mire szóval... eljutott hozzád. Ne, azért mondom, hogy az nem mérvadó, szóval egy kiindulás alapnak jó, igen, de nem mérvadó. Kérlek, magyarázd el, hogy ez a geometria, ugye? De hogy hogyan működik és mit csinál? Hát ugye alapvetően ez a gyűrű, amit most kiszedtem belőle, ez az alkatrész, meg ezek a kis görgők, amin fut, ezek központosítják ugye a geometria lapátokat, és akkor úgy szépen az ívét, vagy hát az irányát pontosabban változtatja, ja, ki a fogáznak. Ott bent vannak kis lapátok. Egyrészt ugye a lapátok közti átmérő is növekszik és csökken ezzel, másrészt meg azt is módosítja, hogy a turbina lapáton hova esik a kipufogás. Szóval most nyilván nem mindegy, hogy próbálom valamennyire fénybe tartani. Nem mindegy, hogy mondjuk ide az élére irányítja konkrétan a kipufogást, vagy inkább egy kicsit befele, és akkor ugye gyakorlatilag ott el is suhan. Hát ezzel indítja meg alulra. Igen, szóval hogy ott beszűkíti, egyrészt kicsit növeli a kipufogógáz nyomást is, meg az irányát is inkább ki az élére irányítja a lapátnak. És akkor, amikor elértem el a kér turbonyomást, akkor szépen lassan elkezd kinyitni. Igen, és ugye úgy csökkenti a fordulatot, ahogy nyitja ki egyre jobban. Így van. Tehát azzal szabályozza a turbonyomást. Hát ugye akkor csökken a kipufogógáznyomás is, növekszik, igen, a háznak a belső áteresztő képessége, és hát így itt a lapátok közti átmérő. Én. És akkor úgy szépen nem láttam lassan még sok ilyet szétszedve, ez nekem annyira durván nem tűnik kormosnak, mint amiről láttam képeket, hogy hát hogy, ne, ez ilyen közepes, szóval itt azért körbe jól van rakódva, de maga az, ahol jobban számít, ott nem vészes egyébként egyáltalán, szóval... szóval hát itt is azért mondjuk ez, hogy ilyen jó vastagon, most ezt nem kezdem el róla vakarni, de azért látszik, hogy le van rakódva, de egyébként nem a világ vége, szóval... Meg hát mozog, szóval igen, működik. Most oké, hogy már kicsit befújkáztam, de szépen mozog igazából az összes lapátja, szóval. Tehát akkor a geometriámmal nem volt baj? Nem, nagy baj legalábbis biztosan nem, de majd mindjárt ránézünk. Pedig én arra tippeltem, hogy azzal van baj. Hát, bár ez még azelőtt volt, hogy néztem egyébként, így, hogy ott el van tekergetve az akar, egyébként néztem, a nagyjából jónak tűnt egyébként a hossza is. Nem tudom azzal, mi történt. Szóval, pedig azt szinte biztos vagyok benne, hogy azt valaki direkt tekergette, szóval azok nyilván. Ezt lehet, hogy valaki csak megpróbálta tekergetni. Hát az is lehet, igen. Úgy gondolom, hogy ezt már csak kisebb-nagyobb sikerrel lehetne tekergetni. És itt hol fújt ki? Itt. Akkor végül is. Gyakorlatilag... Ja, hogy a kar, ahol átmegy. Így van, szóval innen indult el, és akkor ugye ott azért látszik, hogy gyakorlatilag egy innentől idáig mondjuk az jó kormos itt ez az egész. Uh-huh. És ugye mondjuk a köbbre forgatott köbbre meg nem, szóval ez nem külső korom volt, hanem ez egyértelműen a kartól jött. Az is egyébként már sokszor meg tudja blondítani a dolgokat, mert hogyha ez nem tűnik azért annyira durva kifújásnak, de ott is, amikor már nagyon kifúj, akkor már az is föl tudja kavarni a rendszert egyébként. Hát meg gondolom azzal is kipufogó gáznyomást bukunk, persze, tehát hogy persze, nem persze. Forgatja meg a turbót, ahogy van, kéne így neki. Van, így van. Ez pusztán gondolom csak abból adódik ez a hiba, hogy egyszerűen kikopik a karnak a helye. Annyi, tehát ezzel nem tudom mit csinálni, mozgatja vele a kart, az kikopik a perseje és kész. Hát tudunk vele mit csinálni, nem használjuk a kocsit. Így van, meg kell venni és nem kell velük menni a métert. Ennyi. Akkor ez egy felújítható turbó? Hát ez egy felújítható, ugye... Mármint, hogy felújításra ez egy jó Ez egy jó alap, meg ez egy úgymond minimálisnak mondható középrész cserével javítható lenne. És azért mondom minimálisnak, mert mai világban az a szinte a legkisebb javítás, amit csinálunk egy turbón, most nyilván ha csak geometriát cserélünk, akkor nem, de ha már a középrészbe bele nyúlunk, akkor kompletten cseréljük. Ez mit tudom én, egy ilyen turbónál ez egy ilyen 130 ezer forint bruttó környéke. Igen, mert ugye Dezsőtől lett az új turbó, amúgy a Focusra, és ugye elkezdtünk beszélgetni, hogy mi legyen, hogy legyen, ugye ilyen 120-130 ezer egy felújítás, és akkor mondtad, hogy igazából 190 ezerért
Hát valami olyasmi, már most meg valami olyasmi, ilyen 180-190 környék ezerért lett a teljesen egy új turbó, úgyhogy úgy döntöttem, hogy igazából igen. Azt a különbséget azt rászánom, és kapott egy új turbót a kocsi. Így van. Akkor geometriát végül is nem is kell rajta cserélni. Na, tehát, hogy ezt az csak eltakarítjátok ezt az egészet. Van. Ugye itt sérülés nem is nagyon látszik rajta. És okvetlenül középrészt kell cserélni, vagy... Jellemzően az éri meg a legjobban, szóval viszonylag értelmes áron lehet kapni a komplett középrészt, meg nyilván ezeknél is, mint sok más dolognál úgy van, hogyha most darabokba akarod összevásárolgatni, akkor sokkal többre jön ki. Uh-huh. Magyarul most, ha most itt mondjuk csak cserélnénk egy csapágyházat, mert ugye azt, hogy azt a biztos van, aki megpersélyezi, de, uh-huh. de én nem foglalkoznék vele. Azért azt ne. Nyilván szóval egy csapágyházat ott érdemes rögtön cserélni, de most nekem az megint csúnya, hogy most egy új csapágyházat beteszünk egy fullhasznált belsőt. Ha most teszünk egy új csapágykészletet, akkor illik tenni egy új tengelyt, ott vagyunk, hogy megvettünk egy 3-4 középrészt, és valószínűleg drágábbra jön neki. Szóval... Igen, meg ugye eleve kompresszorkereket kell mindenképpen cserélni. Hát ebben az esetben még azt is, mert az se szép, és akkor megvettünk egy komplet középrészt gyakorlatilag már az apróságokon kívül. Igen, ugye itt látszik, hogy már cakkos a széle. Igen. Az már nem szép, és most ott tartasz, hogy most... A falba viszont nem ért bele. Nem, abban egyáltalán nem. Szóval elő szokott fordulni, hogy most mit tudom én, esetleg mondjuk 10-20 ezer forinttal kevesebbet el lehetne költeni, ha most elkezdenénk úgymond kókányolni, mert az se kókány, akkor is új alkatrészeket használunk. Csak... Igen, ez nem tűnik. Akkor legyen kicserélve egybe, akkor minden új benne, és ott nincs kérdés. Akkor, mert és azért most ezeket a darabokat most lehet tisztítani szépen, de attól függetlenül egy 280 ezer kilométeres használt alkatrész lesz, nem lesz új. 270. Ne sérd meg szegény turbót, na. Igen, hát maximum annak, aki nagyon ragaszkodik a gyári alkatrészhez. Ez most nem volt szakszerű, de így szedtük szét, mert már úgyis mindegy. Igen, új középrészt fog kapni a turbó. Így van. Valószínűleg. Hát a tengelye az meg se nem szép, se nem csúnya. Szóval egy ilyen kilométeres turbónál ez szinte normálisnak mondható, én azt gondolom. Tehát akkor igazából nem bántak csúnyán ezzel a turbóval. Nem bántak csúnyán, annyi, hogy itt azért jól le van rakódva ez a koxos, azért ezt majd esetleg mutasd meg közelebbről, meg látszik is a labirint gyűrűn, és egy kicsit már össze van záródva. Valószínűleg, hogyha ezt lepróbáztuk volna, akkor valószínűleg a megoldalon már olajzott volna egy kicsit. Ott, hogyha annak azért ott annak a hézennek sokan annak kéne enni, meg mozog egy kicsit, de nagyon koszos itt már ez a része. Uh-huh. De hát akkor egy nagyon-nagyon picit már hordta az valószínűleg olajat. Hordta volna, igen, hogyha próbáztuk volna, de... Aha. Hát akkor ezek szerint a kocsiba is hordta az olajat egy nagyon picit. Hát a kipufogóba. Ez, ugye ez az oldal, ez gyakorlatilag ez rögtön kifele. Szóval igazából erre én azt mondom, hogy ez egy... Mert ez egy teljesen normálisnak mondható 270 ezer kilométeres autónak a... Köszönöm. 270 ezer kilométeres kocsinak a turbója. Itt semmi borzasztó extrém dolog nincsen, csak elfáradt. Amikor már egyáltalán egy ilyen turbó viszonylag egy darabban van, mármint úgy, hogy nincsen benne eltörve tengely, ez az amaz, akkor azért olyan a hatalmas nagy szenzációt nem lát az ember. Szóval így el van kicsit fáradva, itt kifúj, ott kifúj. Ennyi. Hát, rendben. Köszönöm. És a turbót Köszönjük. Is. Köszönjük.